Már 32 kecskeméti pedagógus végezte el sikeresen a kutyásterápiás pedagógus képzést. Az akkreditált oktatást a Kutyával egy mosolyért alapítvány indította el, de nem csak pedagógusok részére, hanem mindazoknak, akik szeretnék hasznosítani az oktatásban. Megkeresni? Jó, így van. Befejez. Péntek 13-14 óra, és a diákok örömmel dolgoznak a Hunyadi János általános iskolában, ahol a tanítók közül már ketten sikeresen elvégezték a kutyásterápiás képzést. Igazság szerint a lélek az, ami előjön ilyenkor. A szeretet, ahogy az állatokhoz, az állathoz viszonyulnak. Egymáshoz való tolerancia. Ilyenkor sikeresek tudnak lenni azok a gyerekek is, akik esetleg háttérbe szorulnak bizonyos tanulási nehézség miatt. Egyáltalán nem jön ki egy ilyen foglalkozáson, egy ilyen órán, amikor bent van a kis kutya. Ezeken az órákon minden feladat után jön a kutya jutalmazás. Ekkor a kutyás felvezető segít abban, hogy megtanulják a gyermekek, hogyan kell bánni a kutyussal. A Kutyával egy mosolyért alapítvány akkreditált pedagógus képzésén már 32 kecskeméti tanár végzett. Maga a képzésnek a számonkérési módja is arra irányul, hogy a végére képesek legyenek egy olyan óratervet összeállítani, ami a saját szakmájukban hasznosan tudnak majd a továbbiakban alkalmazni. Tehát, hogyha a pszichológus írja a végső tesztet és az óratervet, akkor ő a pszichológiai órájáról próbál egyet, ha óvónő, akkor egy óvodai foglalkozásról, ha egy alsótagozatos tanárnő, akkor egy alsótagozatos órának az anyagát kell neki összeállítani a végére. Szeretném, hogyha fölírnád a táblára ennek a római megfelelőjét. Jó, gyere? Jó, és szépen mondod hangosan. Az 50-nek a római száma. 50-nek mi? A római száma az L. Igen. És az ötnek? Az ötnek a római száma a B. Nagyon jó. Ügyes vagy, figyelj, lapocskámat lerakod, és már mehetsz is egy simire vagy egy jutira. A kutyás oktatás kortól függetlenül sikereket ér el bármilyen tanórán. A tanuló tud koncentrálni az első pillanattól kezdve a kutya miatt, mert annyira szeretne a kutyával foglalkozni, hogy tud koncentrálni, és az önfegyelmet nagy mértékben elősegíti. Tehát nálam főleg ez a kettő volt a domináns. A Kutyával egy mosolyért alapítvány akkreditált képzésére októberben is jelentkezhetnek azok, akik indíttatást éreznek a Kutyával asszisztált óra iránt.